Gyorsan, el kell dúlnunk a fickót! Gazdám, nem is számítottam rá, hogy eljössz. Kedves fiacskám, tudhatnád, hogy rád mindig van időm. Hoztam egy kis csemegét. Ó! Egy kicsit zaklatottnak tűnsz, fiacskám. Ó, dehogy! Valami nyugtalanít. Látom rajtad. Az a gyanúm, te rejtegetsz előlem valamit. Ó, dehogy, gazdám, mit akarhatnék? Miért nem eszel, fiam? Nagyon finom. Köszönöm. A magok. Lássuk, mi változott itt meg? Semmi, gazdám. Ezt, mintha még nem láttam volna. Igazi remek mű. A megszólalásig hasonlít arra a cigánylányra. Tudom, hogy segítettél neki elmenekülni. Lángokban áll az egész nyomorult város. És te tehetsz róla. Az a lány kedves volt hozzám. Te vagy a lányul! Csak azért örgölőzött hozzád, hogy népre csaljon. Játszott veled. A cigányok nem emberek. Nem is tudják, mi a szeretet. Gondolkodj, fiam. Gondolj az anyádra. De hát hogyan is védhetné meg magát egy magadfajta szerencsétlen nyomorult egy ilyen agyafurt szélhámossal szemben? Nem baj. Majd én megvédelek, fiacskám. Nem sokára megszabadulunk tőle. Meglásd meg, töröm én a gonosz varást. Nem fog többé kínozni téged. Mire készülsz? Végre megtudtam, hol van a búvó helye. Holnap virradatkor. Lecsapok rá 1000 katonával.